Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Az elmúlt hetekben egyre gyűlnek az erdő- és mezőtüzekről szóló jelentések. A nagy szárazságban napról napra újabb tüzek pattannak ki. A témában vendégünk dr. Durai Balázs geográfus, a Magyar Fenntarthatóság és Klímaadaptációs Intézet szakmai igazgatója. Köszöntelek a stúdiónkban. Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Nem, aki kicsit is tájékozódik, napról napra hallhat különböző tűzesetekről. Egy-egy nap alatt tényleg akár több 10 esetről is beszámolnak. Jelenleg mely országok vannak leginkább kitéve? Igen, hát elérkeztünk abba az időszakba, most, hogyha egy évet nézzünk, hogy a tavasz végétől nyáron tényleg a szárazság köszönhetően, de majd erről lehet később beszélünk, hogy még minek köszönhetően, de egyre több tűzeset pattan ki. Erdőtűz, bozótűz, vegetációtűznek hívjuk mondjuk így összefoglalóan. És ez globális jelenség, tehát Kanadától kezdve Ausztrálián keresztül Dél-Amerika, az esőerdők, és hát itt a környékünkön, a mediterrán térség Európában, kifejezetten Tunéziától, Szicília, Dél-Olaszország, Horvátország, és most kifejezetten Görögország van fókuszban a híradásokban. Nem, hogy napi 10 esetek, hanem több száz eset, és nagyon sok hektár területet, és ott élő embert és turistát veszélyeztet ez a katasztrófa. Mégis mekkora területekről beszélünk? Hát ha azt nézzük, itt én is megnéztem, és hoztam, és készültem is pár térképet, és én is ránéztem, van az Európai Uniónak egy nagyon jó adatbázisa, tényleg napi update és frissítéssel lehet követni, hogy mi történik, és hogyha az elmúlt 2 hetet nézzük, akkor ebben a mediterrán térségben, amiről legutóbb beszéltem Európában, mintegy 135 ezer hektár égett le. Hogyha ezt viszonyítani akarjuk, akkor azt mondható, hogy Békés megye erdő területe 23 ezer hektár. Tehát azt lehet mondani, és ha csak Görögországot nézzük, az elmúlt 2 hetet 40 ezer hektár égett le, tehát több, mint mondjuk egy Békés megyényi erdőterület, tehát óriási nagy területeket érint ez a probléma. És az előbb már említetted, de kérlek, hogy akkor fejtsd ki azt, hogy milyen okokra vezethetőek ezek az erdőtüzek vissza. Egyrészt nyilván természeti, másrészt pedig társadalmi okokra. Tehát 400 millió éve a ökoszisztémát alakítják az erdőtüzek. Tehát óvatosan fogalmazok, mert 10 éve, amikor a klímaváltozás kapcsán azt mondtam, hogy vannak pozitív hatásai, akkor kaptam ilyen-olyan támadásokat. Például azt mondtam, hogy a balatoni turista szezon tud egy kicsit bővülni, és ugyanígy az erdőtüzeknél is, vagy a vegetációtüzeknél is azért beszélhetünk előnyökről, ilyenkor megújul a természet, eltűnhetnek olyan tájidegen fajok, és helyette lehet akár ültetni, akár természetesen meg tud újulni, ugye a vegetáció és szerves anyag tartalom tud feldúsulni, új életközösségek tudnak kialakulni, tehát ez valahol egy természetes folyamat. De, és itt jön a de, miután tudjuk, hogy a népesség növekedés és az emberi tevékenység és a települések kialakulása tulajdonképpen a természet rovására történik, ezért azt lehet mondani, hogy egyre nagyobb szerepe van most már a társadalmaknak és az embereknek. Tényleg a tüzek több mint 90%-áért lényegében az emberi gondatlanság, akár szándékosság a felelős, kimutatható, és meg lehet nézni akár a hazai elmúlt 10 éves erdőtűz előfordulásokat tulajdonképpen a sűrűbben lakott területek környékén, utak környékén, települések környékén pattannak ki elsősorban ezek a tűzesetek. Tehát van természeti okra is visszavezethető, de masszívan a társadalom és az ember is felelős ezért. És ha már kipattant egy ilyen tűzeset, gyakran látjuk azt, hogy, és kezdjük ott, hogy hogyan zajlik ilyenkor a védekezés, mert ugye, illetve az oltás, mert sokszor látjuk azt, hogy szinte annak ellenére, hogy mindent megtesznek a tűzoltók, mégis szinte megállíthatatlanak ezek a tüzek. Hát igen, bár nem szakterületem a katasztrófa védelem, nyilván neki nagyon szigorú protokollja van világszerte és Európai Unióban is, és egyre több konferencia, egyre több szakmai közösség jön össze, és vizsgálják ezt felül. Ugye nem feltétlenül működik, mint Észak-Amerikában is a 100%-os úgymond erdőpolitika, vagy erdőtűzpolitika, tehát hogy minden tüzet el kell oltani.
pont azért, amit az előbb említettem, hogy vannak ökológiai fontosságai is az erdőtüzetnek, de a lényeg, hogy nyilván, ha már kipattant és olyan klimatikus viszonyok, domborzat viszonyok, szél, csapadék hiány, szárazság, kockázati tényezők alakulnak ki, amelynek következtében tényleg több ezer hektáros erdőtüzekről beszélünk, nagyon-nagyon nehéz már annak eloltása. Tehát ezt nem én mondom, hanem pont egy ilyen konferencián hangzott el, mint hogyha egy tábortüzet akarnák leköpni. Tehát, hogy nagyon nehéz például a levegőből, helikopterekből, repülőkből oltani. Nyilván a védekezés elsősorban az, ami ilyenkor elsősorban szóba kerül. Éppen az előbb említett okok miatt a sűrűbben lakott települések, kertvárosi agglomerációs területek és a természeti területek közti ilyen hotspotok szó szerint azok a területek, ahol a megelőzésre kell olyan tűzvédelmi stratégiákat, kockázatvédelmi stratégiákat kell kidolgozni, itt beleértve ebbe a különböző tilalmakat, tűzgyújtási tilalmakat, protokollokat, amelyekkel ezt nagyjából kordában lehet tartani, hogy ne alakuljon ki ez a probléma. Említetted, hogy gyakorlatilag mióta világ a világ, a környezetet alakítják ezek a tüzek, de a klímaváltozással és a globális felmelegedéssel együtt gyarapodtak? Van egy érdekes adat, miszerint szám szerint az elmúlt 20 évben csökkentek az erdőtüzek, viszont a kockázat növekedett, egyértelműen kimutatható. Most globális adatot lehet, hogy nem tudok mondani, de az Egyesült Államokban, ahol nagyon nagy probléma, Kalifornia, Közép-Amerika térsége, ott tanulmányok kimutatták, hogy mintegy 30%-áért a kialakult erdőtüzeknek a klímaváltozása felelős. Egész egyszerűen, amiről itt beszélnek a klímatudósok már évtizedek óta, és a legutóbbi jelentésükbe is azt a mottót írták a címlapra, hogy vörös riadó az emberiség számára, tehát az átlagos évi középhőmérséklet növekedés, illetve a csapadékhiány. Magyarországon ez pontosan érzékeljük is, tehát akár egy-két évre visszamenőleg a nyári asszályokat tekintve, illetve idén is, most ezek a záporos, zivataros hetek, amelyek itt voltak előttünk, is azt mutatják, azt a előrejelzést, hogy bár a csapadék egy kicsit csökken majd a következő évtizedekben, de leginkább a szélsőségessége. Tehát inkább a téli időszakban növekszik, de enyhébb a tél, ezért nem hóformájában, illetve az intenzitása, tehát egyszerre fog érkezni, és ezért a zöld árak, ugye a tavaszi nagy árvizek, a villámárvizek egyfelől, amelyek problémát okoznak, illetve a nyári csapadék 8-9%-kal évente vagy évi átlagban nyáron csökkent, tehát ez pedig az asszályra való hajlamot, a szárazságot, a talajvíznek a csökkenését fogja eredményezni, tehát ezek mind hozzájárulnak, és összességében valóban a kockázatot növelik az erdőtüzek kialakulásánál. Hogyha csak a tavalyi évvel hasonlítjuk össze ezt az évet, tényleg azt láthatjuk, hogy most sokkal csapadékosabb ez a nyár, még hogyha intenzívebb adagokban is érkezik ez a mennyiség. De hazánkban mennyire kell tartani nagy kiterjedésű tüzektől, akár hogyha itt ugye nincs nagy erdős terület, de mondjuk mezőtüzek, szántók. Így van. Egy kutatócsoport alakult tavaly, amelyben van szerencsém részt venni, és vizsgáljuk az elmúlt 10 évi erdőtűz, illetve vegetáció tűz eseteknek a kialakulását, illetve annak a valószínűségét, hogy hol, mikor, milyen okra visszavezethetően alakulhatnak ki ilyen erdő vagy vegetáció tűzveszélyek. És azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 évben mintegy 71 néhány ezer eset regisztráltunk. Magyarországról beszélek, igen, és ez mondjuk évi ilyen 8-9-10 ezer esetet jelent. Tavalyi évben egészen pontosan ez 9 ezer eset volt, az elmúlt 10 évben az egyik legmagasabb szám ez, habár 2012-ben volt ez 16 ezer eset is. Hogyha területileg nézem, akkor a tavalyi nagyobb ilyen erdőtűz vagy vegetációtűz esetet nézve, mint egy 30 ezer hektár érintett. Itt megint csak korrelálva mondjuk, hogy összesítve a megyei erdőterületeinkkel, ez tulajdonképpen tehát meghaladja azt a területet, mint amennyi erdőnk van Békés megyében.
Nyilván az esetek számának nagyobb hányada az tényleg mezőgazdasági terület, füves pusztákat érint, kisebb hányada az erdőket, illetve a települések környéke utak mentén. És ez már azt jelzi, hogy igenis tényleg itt a gondatlanságról beszélünk, tehát emberi tényezők. A lakosság, a kirándulók, tehát mi magunk emberek, mit tehetünk azért, hogy megelőzzük ezeket az eseteket? De nagyon egyszerű dolgokat lehet elmondani, odafigyelünk azokra a felhívásokra, amelyek megjelennek a médiumokban is, tehát mikor van tűzgyújtási tilalom, ha nincs, de mégis tüzet gyújtunk, akkor milyen óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, tehát hogyha a szabad téren vagy kempingező területen, turisztikai desztinációkban végezzük ezt, hogy tényleg gondoskodjunk arról, hogy ne terjedjen tovább. De ilyen bagatell dolgokat lehet mondani, hogy nem dobunk ki csékket a kocsiból, eleve nem dohányzunk, és főleg nem autóba, de hogyha már ezt a kettő szabályt meghágjuk, akkor legalább ne dobáljuk ki, tehát ilyen alapvető dolgokat lehet elmondani, de az előbb említett kockázat és tűz veszélyességi stratégiákat is érdemes akár egy településnek kidolgozni olyan területeire, a településnek, ahol mondjuk ezek a kockázatok megnövekedhetnek, legyenek ilyen eljárásrendek, protokollok, hogy mit lehet csinálni, hogyha bekövetkezik a probléma. És ha bekövetkezett a probléma, és el is hárították azt, mennyi idő, mire a természet újra helyreáll, és újra élet sarjad? Igen, ez az egyik legnagyobb hátrány, vagy negatívum az erdőtüzeknek, amellett, hogy persze megújul, de ezek a regeneratív, megújuló képessége a vegetációnak nagyon sok káig tart, főleg, hogy egy erdőtűzről beszélek természetesen, tehát hogyha egy 40-50-60 éves erdő ég le, és most ezekben a időjárási helyzetekben például egyre nagyobb az úgynevezett korona égés, tehát a lombkorona égés pont a szárazság miatt. Egy erdő nyilván megint csak több tíz éven keresztül tud megújulni. Egy füves terület nyilván gyorsabban, de ez problematikus. És nyilván itt a mezőgazdaság, a gazdasági hát kockázatok is hatalmasak, hogyha egy mezőgazdasági területet ér egy ilyen probléma. Rá lehet erre emberi kézzel segíteni, erre a helyreállítást, hogy kicsit meggyorsítsuk? Persze, tehát vannak olyan természetvédelmi és tájrehabilitációs intézkedések, amelyekkel tudunk segíteni. Nyilván a füves vegetáció visszaállítása egy gyorsabb folyamat, de az erdősítéssel, a fásítással természetesen ellensúlyozni tudjuk ezeket a tendenciákat. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!